Ez az Ultrahang mai adása, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és itt van velünk a vonal túlsó végén Kiszeli Zoltán politológus, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Sok témánk lesz ma, úgyhogy azonnal bele is vágunk. Előtte azonban arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Nem sokára meg lesz a 196 ezredik feliratkozónk, úgyhogy ezzel is tudják segíteni a munkánkat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Mark Rutte, a NATO frissen beiktatott titkára, főtitkára először találkozott hivatalosan egymással, mióta Mark Rutte átvette a főtitkári megbízatását, és ezen a találkozón többek között aggódtak a tekintélyelvű államok magabiztonsága miatt, illetve azt abban értettek egyet, hogy az egyre veszélyesebb világban az Európai Unió és a NATO partnersége létfontosságú, a béke, a szabadság és a jólét előmozdítása és a védelme szempontjából, és ehhez venném hozzá, hogy egyébként Európai Unió szinten van egy biztonsági jelentés is. A Draghi jelentéshez hasonlóan ez is elég kemény megállapításokat tesz, és egy kicsit, mintha azt látnánk, hogy felkészültek egy ilyen Amerika nélküli időszakra, vagy nyilván ez az amerikai választásokon is sokat múlik, de hogy mintha Európa önálló védelmi dolgokban is gondolkodna. Most itt a Rutte von der Leyen találkozón belül úgy tűnik, mintha a NATO-n belül. Hogy látja ezt a kérdést? Igen, tehát ez a legfontosabb kérdés talán a mai beszélgetésünkben. Ugyanis az amerikai elnök választás kimenetelétől függően nyilván nagyon sok minden fog dől el. És ugye láttuk azt, sokszor beszélgettünk itt az Ultrahangban is arról, hogy már az Európai Uniót is idézőjelben Trump biztossá akarták tenni, pontosabban az Uniónak az Ukrajna politikáját. Ezért fogadtak el idén februárban Magyarország tartózkodása mellett 50 milliárd eurót Ukrajna 5 éven keresztül való költségvetési támogatására, illetve 20 milliárd eurót a háború finanszírozására. Ezek kétharmad részben uniós hitelek. Unió vesz föl hitelt, és ezt adják oda az ukránoknak. És láttuk júliusban a washingtoni NATO csúcson, hogy Stoltenberg akkori NATO főtitkár 5x40 milliárd eurót javasolt, szintén ugye 5 évre, évi 40-40 milliárdot. Ez azt jelenti, hogy ha Trumpot megválasztják az amerikaiak, akkor az Unió, illetve a NATO tudja finanszírozni az ukrajnai háborút. Illetve azt is láttuk, ez is már megtörtént, hogy a Rammsteini formátumot, amit az Ukrajnát támogató országoknak a tanácskozásaként ismerünk, ezt az amerikai kormány moderálta. A Rammstein egy amerikai légitámaszpont Németországban, és az amerikai kormány volt az, amely meghívta a többi országot, amelyek fegyverekkel is akarják támogatni Ukrajnát, és az amerikai kormány koordinálta ezt a fajta támogatást. És idén nyáron ezt is átvette a NATO, pontosan azért, hogyha Amerikában egy elnökváltás következik be, akkor ez a formátum tovább tudjon működni. Immáron a NATO keretén belül, a NATO-Ukrajna misszió volt a leánykori neve, és az a lényege, hogy az amerikai elnök személyétől vagy politikájától függetlenül a globalisták a háborút folytathassák. És ugye itt jön egy nagyon veszélyes és nagyon fontos szempont. Ugye az Unió is militarizálódik. Tehát erre nem lehet eleget, ezt még Magyarországon nem nagyon ismerik az emberek, de van egy nagyon veszélyes fejlődés, és von der Leyen és Rutte találkozója szerintem ennek a megágyazása, hiszen egy szakértői bizottságot is életre hívta. Tehát azt kell látni, hogy ha Trumpot megválasztják, akkor az Uniónak kell nagyobb szerepet vállalni az ukrán háborúban. Ezt mindenki tudja, ezt ezerszer elmondták. A kérdés az, hogy hogyan. És a hogyanra az egyik válasz az, hogy az Uniót militarizálják. És itt értünk meg nagyon sok mindent. Ugye a 28-tól induló új uniós költségvetésben a kohéziós és mezőgazdasági támogatások arányát a mostani kétharmadról egyharmadra akarják csökkenteni. Ugye most szembesülnek a magyar gazdák is azzal, hogyha ez keresztül megy Brüsszelben, és milyen érdekes, hogy Tisza párt ezt is támogatja, amikor Magyar Péter organikus mezőgazdaságról beszél, az azt jelenti, hogy sokkal kevesebb támogatás a gazdáknak, és ugye, hogy az állatjólét jegyében, az organikus mit jelent ez, hogy az állatjólét jegyében mondjuk nem tömeges állattartás, amit egyébként is ugye próbálnak kivezetni, hanem úgymond állatbarát mezőgazdaság, az mit jelent? Sokkal kevesebb tehén, sokkal kevesebb malac, az mit jelent? Hogyha kevesebb van, az drágább élelmiszert jelent. Magyarul ne együnk minden nap húst, ne együnk tejet, ne együnk tojást, ezt akarja az Unió, mert akkor a termőföld fele felszabadul, amit most takarmányozásra használ.
használnak, és akkor a 8, 10 vagy 12 milliárd embert jobban lehetne táplálni. Tehát magyarul az Unió felkészül arra, hogy átvegye Amerikától az ukrán háborúnak a finanszírozását, és itt látjuk azt, hogy a mezőgazdasági pénzeket át akarják irányítani 28-tól az ukrán háború finanszírozására. Ebből is látszik, hogy egy elhúzódó háborúval számolnak. Mint mondtam, amíg Kínát nem választják le az Európai Unióról gazdaságilag, addig feltehetően ez a háború el fog húzódni az utolsó ukránig, vagy az utolsó utáni ukránig. Tehát magyarul egyrészt több pénz fog jutni a háborúra, a fegyverkezésre. Láttuk a Draghi javaslatban is az évi 750-800 milliárd euró hitel, amit az Unió vesz föl. Ennek a nagy része ugye iparfejlesztésre menne, de fegyvergyártásra is. Tehát itt már is látjuk, hogy a fegyvergyártásra több pénz menne. És hát ne felejtsük el a német védelmi miniszternek, a legnépszerűbb német politikusnak, Boris Pistoriusnak a kijelentését, aki azt mondta, hogy Németországnak és a német hadseregnek 5 éven belül, és 29-re háborúra késznek, Kriegstüchtig mondja a német, tehát háborúra késznek kell lennie Németországnak 5 éven belül, ehhez rengeteg pénzre lenne szükség. Szerencsére Olaf Scholz nem adott annyi pénzt a német hadseregnek, mint amennyit kértek, 6,5 milliárd plusz eurót kértek, 1,5 milliárdot kaptak, tehát azért szerencsére Scholz most békeangyalt játszik a jövő szeptemberi németországi választások előtt, meg hát nincs is pénze a németek. De lényeg az, hogy Brüsszelben van egy ilyen törekvés, hogy az új költségvetésben sokkal több pénz jusson a háborúra, Ukrajnára, a fegyvergyártásra, a fegyverkezésre, hiszen ha visszaállítják Németországban a sorkötelezettséget, ugye ahhoz laktanyákat kell építeni, kell egyenruha, lőszer. Tehát ez az egyik része a történetnek, és ami a legfontosabb, és talán ez a mai beszélgetésünk legfontosabb része, ami most jön. Ugye von der Leyen bejelentette, hogy akar egy uniós hadügyminisztert. Ezt nem így hívják, hanem valami biztonságpolitikai biztosnak, de az a lényeg, hogy az Unióban is létrehoznának egy hadügyminiszteri pozíciót, aki hivatalosan a fegyvergyártást koordinálná. Tehát erre már van egy európai ügynökség, csak ezt magasabb szintre emelnék. Ugye a Draghi terv mentén közösen felvevendő hitelek által, vagy a tagországok nagyobb hadi kiadásaival, ez rögtön ugye értelmet is nyerne, tehát hogy közös európai projektekkel mondjuk hogyan lehetne az Európai Unió hadseregeit erősíteni, vagy a tagországok hadseregeit, és ami talán a legfontosabb, hogy az Ukrajna ugye európai perspektívát kapott, és az oroszok is azt mondták a 22 tavaszi isztambuli tárgyalásokon, amikor még egy asztalnál ültek, hogy az oroszok a Ukrajna NATO tagságát ellenzik, de Ukrajna uniós tagságát nem ellenzik. Ez 22 márciusi, áprilisi álláspont. És itt hívnám fel a figyelmet az uniós szerződés 42. cikkelyének 7. bekezdésére, ami a NATO szerződés 4. cikkelyére hasonlít. Nevezetesen, hogyha az egyik tagországot külső támadás éri, akkor a többi tagország köteles támogatni. Tehát a washingtoni szerződés, a NATO szerződés azt mondja, hogy a 4. cikkely alapján ki kell mondania egyhangúan a tagországoknak, hogy külső agresszió történt, és ha ez megtörténik, akkor lép életbe az 5. cikkely. Ugye ez eddig egyszer történt a NATO-ban, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után, hogy egyhangúan kimondták ezt, és akkor Afganisztánban el is indult a NATO-nak egy missziója. Az uniós szerződésben ott nincs ez benne, hogy egyhangúan ki kell mondani, hanem hogyha úgymond ez megtörténik, egy külső fegyveres támadás, akkor a többi tagországnak segítenie kell. És hát itt erre is van egyébként precedens, mert 2015-ben, amikor Franciaországot terrortámadás érte, akkor a franciák aktiválták ezt a cikkelyt, és ott kétoldalú tárgyalások voltak a tagországokkal, és minden tagország felajánlott valamit a franciáknak, például akár Irakban, vagy a közép-afrikai országokban, a franciák akkor még ott befolyásosabbak voltak, mint most, amikor az oroszok kipaterolják őket egész Közép-Afrikából, akkor magyarul hogyan tudnak az országok a franciáknak segíteni? És ez a veszély, hogyha Ukrajnát fölvennem, nem holnap, de hogyha Ukrajnát fölvennék az Unióba, és ez a militarizációja az Uniónak bekövetkezik, akkor nyilván ez azt jelentheti, hogyha Trump az elnök a Fehérházban, akkor az Európai Unió át tudna venni, úgymond Ukrajna, nem csak
finanszírozásánál feladatokat, hanem a közös fegyvergyártással, az ukrán hadsereg fegyver- és lőszerellátásának fokozásával, vagy az ukránok kiképzésénél, akkor mondjuk az Unió is nagyobb szerepet vállalhatna, nem csak egyes tagországok. Most egy folyamat elején vagyunk, az Unió és a NATO elmélyíti a fegyver- és lőszergyártás terén való együttműködését, koordinációját, illetve az Ukrajnának nyújtandó egyéb katonai segítségnek a mikéntjét, főként az ukrán katonák kiképzésére kell gondolni, amit eddig tagországok végeztek akár az uniós békekeret terhére, de itt is egy szorosabb együttműködés várható. Nyilván, ha Trump lesz az elnök a Fehérházban, akkor ez az együttműködés ez gyorsabban alakul ki, hogyha egy demokrata párti jelölt marad a Fehérházban, akkor azért ez nem lesz olyan gyors, mint Trump esetén. Az utolsó gyors kérdésem, hogy ugye jövő kedden Amerika választ, elnök választás lesz november 5-én, és hát nagyon nehéz megjósolni, hogy mi lesz az eredmény, de hát ön, aki már sok választást látott életében, hogy mit mond az elemzői megérzése, vagy van egyáltalán elemzői megérzése a kimenetellel kapcsolatban? Igen, a közvéleménykutatások egy nagyon szoros fejfej melletti versenyt mutatnak. A billegő államokban is azt látjuk, hogy nagyon nehéz megmondani a választás kimenetelét. A 7 billegő államból 4-ben Kamala Harris vezet, de a hiba határon belül. Igen, tehát az nagy szavazói csoportok magatartásán fog eldőlni a választás. A muszlimok most kritikusak a demokratákkal a gázai konfliktus miatt, a fekete szavazók kritikusak a tömeges bevándorlás miatt, 7 millió migráns érkezett az USA-ba, és jelen spanyolajkúak latin és Dél-Amerikából, Közép- és Dél-Amerikából, és jellemzően ez a 7 millió újonnan érkező ember, ezek munkaképes, jó erőben lévő, jókorban lévő emberek, akik a feketékkel versenyeznek a munkahelyekért, a szociális ellátásokért, tehát a feketék is elégedetlenek a demokratákkal, illetve a középosztály is nagyon elégedetlen a gazdasági helyzettel, nem tudnak úgy élni, mint korábban, tehát ez azt vetíti előre, hogy többen vannak azok, akik változást akarnak, Donald Trump a változásnak a képviselője, tehát ezért szerintem neki van nagyobb esélye, hogy megnyerje. Kamala Harris a reményt árulja, azt mondja, hogy ő most majd megváltozik, megtáltosodik, és most sokkal jobb elnök lesz, mint volt alelnök 4 évig. Tehát a remény, hogy Kamala Harris megváltozik és megtáltosodik, szerintem kisebb, mint a változás iránti igény, és hát a fogadóirodák tétjeit érdemes figyelni, ahol igazi pénzről van szó, tehát az emberek a saját pénzüket teszik egyik vagy másik jelöltre, és ott úgy tűnik, hogy Donald Trumpnak adnak a fogadók nagyobb esélyt, tehát én azt gondolom így egy héttel a választás előtt, hogy Donald Trumpnak van nagyobb esélye arra, hogy 4 évig az Amerikai Egyesült Államok elnök legyen, és a szabad világ vezetője. Na, jövő héten már erről is többet fogunk tudni. Azzal folytatnám, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, amelyben nehezményezi, hogy az EU bírósága júniusban egy 200 millió eurós általány összeg mellett napi 1 millió eurós bírságot rótt ki Magyarországra egy korábbi ítéletének semmibe vétele miatt. Az első bírósági döntés ugye arról szólt, hogy Magyarországnak összhangba kell hoznia a migrációs politikáját az uniós követelmény, amit az Európai Bizottság szerint azóta sem tett meg, és ma jár le egy fizetési határidő, és hogyha Magyarország nem fizet 330 millió eurónyi pénzügyi szankciót, akkor elvileg az Európai Bizottságnak be kell hajtani a pénzt. Hogy látja ezt az egész vitát? Igen, ugye ez egy nyári döntés valóban, és azt látjuk, hogy ugye azt a döntést kellene végrehajtani, hogy Magyarországnak is egy bizonyos keretet, évi 8500 migráns kéne befogadni, és ugye ehhez kell kiépíteni infrastruktúrát és befogadó állomásokat. Ez kicsit ilyen önmagát beteljesítő jóslat, hiszen ha már kiépítenénk 8500 migráns befogadására alkalmas infrastruktúrát, akkor ugye az azt jelenti, hogy ha már itt van a befogadó állomás, akkor miért nem töltjük meg emberekkel? Tehát itt ugye ez nagyon ilyen veszélyes irány, hiszen Brüsszel nem tett le arról, hogy egy állandó betelepítési kvótát akarnak létrehozni. Most csak egy vészhelyzeti kvótát fogadtak el, ami 26-ban lépne életbe, és hát az ember német politikusokat, vagy brüsszeli politikusokat kérdez, vagy hallgat,
akkor azt mondják, hogy ugye a németek most beindították a határellenőrzéseket a nyugati határaikon is, és ez azt jelenti, hogy ha ez egy dominó hatáshoz vezet, hogy akkor a Schengeni övezet léte kerül veszélybe, mert minden ország, ha bevezeti a belső határain a határellenőrzést, megakadályozandó, hogy a migránsok ugye belépjenek az országába, és nála torlódjon föl a tömeg, ami már nem tud a másik ország határellenőrzése miatt tovább menni. Ezt ugye akkor egy ilyen dominó hatás lépne életbe, és olyan németek azt mondják, hogy Schengen halálának az alternatívája a permanens kvóta. Tehát ha egy kvóta szerint szétosztják az országok között a migránsokat, akkor ugye nem kell a határon ellenőrzést végrehajtani, mert akkor ugye nem tudnának oda menni az emberek, ahová akarnak, hanem kisorsolja nekik a gép, hogy te most Bulgáriába mész, te most Litvániába mész, és ott is kell maradnod, mert ha átmész mondjuk Litvániából vagy Bulgáriából Németországba, akkor ott nem kapsz szociális ellátást. Tehát ugye ez lenne az alternatívája a jelenlegi rendszernek, ami nyilvánvalóan nem működik, mert most minden ki Németországba akar menni, mert Németországban most még olyanok a szociális ellátások, amit a többi tagország nem biztosít direkt egyébként. Tehát a hollandok is megmondják a migránsoknak, hogy kapsz egy ágyat, ahol aludhatsz, kapsz egy tisztálkodási lehetőséget, napi háromszori étkezést. Egyébként meg itt van a nyelvtanfolyam, hogy tanuljál meg hollandul, itt van a szakmunkásképzés, tanuljál meg olyan szakmákat, amiket a hollandok nem akarnak végezni, és akkor maradhatsz. Tehát nyilván akkor mit mondanak a migránsok, átmegyek Németországba, mert akkor ott kapok rögtön egy panellakást, oké, hogy a külvárosban, de mégis ugye elhelyeznek valamilyen lakásban, és kapok 560 eurós szociális segélyt, és ugye mégsem kell vesződni. A németek is fölkínálják a nyelvtanfolyamot, meg a szakmunkásképzést, de hát ott nincsenek olyan szankciók, mint mondjuk más országokban. Most próbálják a németek ezt változtatni, de közben már 3 millió embert beengedtek az országukba. Tehát igazából ez a büntetés azért van, hogy Magyarország is álljon be a sorba, ne blokkolja ezt a folyamatot. Ugye Magyarország most ebben egy alternatívát kínál, és hát azt látjuk egyébként, hogy a hollandokkal, lengyelekkel ki akarunk lépni ebből a migrációs politikából. Brüsszel nyilván nem engedi, és ez a büntetés is annak egy eszköze, hogy Magyarországot visszapofozzák a sorba. Nyilván a magyar kormány nem akar fizetni. Láttuk, hogy korábban a lengyel kormány sem fizetett, ott egy lengyelországi kormányváltás után volt az, hogy az új lengyel kormány egy igazságszolgáltatási reform tervezetet nyújtott be, és már a reform tervezetre feloldották a pénzeknek a zárolását, illetve megegyeztek a büntetés rendezéséről, amit nyilván levonnak a lengyelek pénzéből, nálunk is egyébként a nekünk járó pénzből vonják le ezt a büntetést. Nyilván nem mindegy, hogy a magyar emberek zsebéből napi 1 millió eurót vesz ki ez a döntés, ami egyébként, ellen egyébként a kormány pártoknak az európai képviselői most a műsorunk hetében egyébként benyújtottak az Európai Parlamentben a patrióták egy javaslatot, hogy töröljék el Magyarországgal szemben, szólítsák fel a bíróságot, hogy vonja vissza ezt a határozatát, és például a Tisza párti képviselők ezt nem szavazták meg. Tehát a Magyar Péternek a brüsszeli képviselői nem támogatták, hogy Magyarországnak ne kelljen kifizetnie ezt a 200 milliót és a napi 1 milliót. Tehát itt is látjuk, hogy a Tisza párt azért tényleg a brüsszeli érdeket képviseli a magyar érdekkel szemben, hogy ezt az 1 millió forintot ne vegyék ki, mert ugye a magyar emberek nem akarnak migránsokat. Ezt láttuk a népszavazáson, láttuk a nemzeti konzultáción, láttuk a 18-as választáson, aminek ez volt a témája. Tehát igazából egy egyértelmű döntése van a magyar társadalomnak, hogy nem akarnak, ha többiek a kutba ugranak, mi nem akarunk utánuk ugrani a migráció meg a háború kérdésében. És ugye Brüsszel pont ezekkel a bírságokkal, az érzékenyített bíróságával, ami mindig a migráns politika mellett, mindig a föderalizáció mellett dönt, nem véletlen egyébként, hogy a Német Alkotmánybíróság, a Lengyel Alkotmánybíróság is azt mondja, hogy az Unió bíróságának limitálni kéne a hatáskörét, mert túlterjeszkedik, és a lopakodó föderalizációnak egyik eszköze az Európai Unió bírósága, tehát limitálni kéne a közösségi politikákra az Unió bíróságának a hatáskörét. Nyilván, ahol közös politika van a kereskedelemben, amiről pontosan tudjuk, hogy uniós szinten jobban működik, ez főként ugye a kereskedelemhez köthető fogyasztóvédelem, környezetvédelem, aminek egységesnek kell lenni az egységes belső piacot érintő kérdésekben, ott biztos, hogy az Unió bíróságának kell dönteni, hogy az egész unióban egységesek legyenek a versenyfeltételek.
De ami a szerződések szerint is tagállami hatáskör, abban nem lenne szabad az Unió bíróságának dönteni. És a migráció az pont egy olyan terület, ami ha megnézzük akár a Lisszaboni szerződés vagy másokat, azok tagállami hatáskörbe voltak sorolva, csak a bizottság túlterjeszkedett, és olyan döntéseket hoztak az elmúlt időszakban, egyébként többségi szavazással nem egyhangúan, amelyek ezt átemelik uniós szintre, és ezért az Unió bírósága meg rányomja a pecsétet. És nyilván a magyar kormány az Unió bíróságának a hatáskörét is kritizálja, mint tette az korábban a német vagy a lengyel alkotmánybíróság, más országok csendesebben. És ugye a bírsággal kapcsolatban meg azt mondjuk, hogy nem megengedhető, hogy a magyar emberek többségének az akaratát egy uniós bírsággal, egy pénzbüntetéssel felülírják, ezért a kormány nyilván ragaszkodik a bevándorlás ellenes álláspontjához, míg Brüsszel meg tovább terjesztené a bizottság hatáskörét, és ehhez használja fel a bíróságot is eszközként. A vége ön szerint mi lesz ennek a történetnek? Görgetjük, de nem fizetünk, vagy tényleg elképzelhető az, hogy mikor az Európai Unió végrehajtás indít, és mondjuk inkasszót raknak a magyar államkincstár, vagy nem tudom, ilyenkor kinek a számlájára kell azt tenni. Ne, ez már zajlik. Tehát igaz, de nem az állam, nem. Tehát amíg ez a kormány van, addig nyilván nem fog fizetni. A lengyelek sem fizettek. Tehát a lengyeleknél ez sokkal régebb óta ment, talán 21-től, vagy amikor az igazságügyi reformot végrehajtotta az előző lengyel kormány, a jog és igazságosság által, párt által vezetett kormánykoalíció, talán neki 2 évig is elketyegett ez a büntetés, és a tavaly októberi választás után, tavaly decemberben hivatalba lépő Tusk kormány reform javaslata miatt fejezték be a napi 1 millió euró büntetésnek a kiszabását, és ugye ott, mit mondtam, feloldották a lengyeleknek járó nagyjából 120 milliárd euró uniós fejlesztési pénzt, és abból vonták le. Tehát nálunk, miután ugye levonták, persze, hát ugye a bírósági határozatnak határozatot végre kell hajtani. Nálunk is valami hasonló van, ugye 3 havonta felszólít minket a bizottság, hogy fizessük ki a pénzt, mi nem fizetjük ki, ugye erről szól szerkesztő úr kérdésében is a levél, vagy pontosabban ugye ez a levél, amit említette, erről szól, hogy a bizottság felszólította Magyarországot, hogy fizessen, ugye a magyar kormány meg azt írta, hogy nem fizet. És igazából ez mindig 3 havonta el fog ismétlődni, és hát ugye vagy addig egyébként, ameddig ugye kormányváltás nem lesz, és akkor felszabadítják a pénzeket, illetve abból levonják, mint Lengyelországban, vagy, és ezt tartom valószínűbbnek, egy politikai kompromisszum nem születik, és ugye mindig lesznek szavazások, és a következő ilyen fontos szavazásnál, amikor Orbán Viktor kiment tavaly decemberben kávézni, akkor most például egy ilyen csomagnak a része lehet, hogy akkor felszabadítanak magyar pénzeket, ugye eddig, de tavaly decemberben 10,2 milliárdot szabadítottak föl, még van nagyjából 20 milliárd, ami be van fagyasztva, hogyha ott valamilyen politikai kompromisszum születik, akkor annak része lehet, hogy a felszabadított pénzből levonják azt, de nyilván ez nem változtat a magyar kormány migrációs politikáján, és azon sem, hogy egyébként miután nem változtat a kormány a migrációs politikáján, az 1 millió euró tovább fog ketyegni. Viszont még mindig megéri, mint változtatni a migrációs politikán, és itt felmerül a kérdés, hogy tud-e bármit tenni a magyar kormány úgy, hogy az, mondjuk tényleg az embereknek a döntése, nemzeti konzultáció, népszavazás, ugye ott a kötelező betelepítési kvótáról például népszavazás is volt, szóval hogy ezek ne sérüljenek, meg mondjuk azért ne kelljen naponta 400 millió forintot se fizetnünk. Hát nyilván vannak, ezért a politikai kompromisszumra mindig van lehetőség, tehát ugye láttuk azt a törekvést, hogyha kiépítenénk mondjuk a 8500 emberre a befogadóközpontot, anélkül, hogy az feltöltenénk, az például már lehet, hogy úgy értelmezhető egy politikai szándék. Tipikus uniós dolgok, nem? Tehát, hogy hát nyilván, igen, hát ugye Mátyás király meséiből ismerünk ilyeneket, ugye, hogy hozzáll is ajándékot, meg nem is, hogy teljesítsed is, meg nem is. De igen, például, tehát vannak ilyenek, hogyha megépítenénk ezeket a befogadó központokat, ugye volt is egy ilyen vita ugye a nyugati határszélen, hogy az most gyerektábor lesz-e, vagy befogadó központ, ugye nem tudták eldönteni, hogy most mi lesz az. Tehát elképzelhető, hogyha mondjuk papíron teljesítjük ezt, akkor Brüsszel azt mondja, és nyilván itt ezért mondtam, hogy ez egy politikai kompromisszum kérdése,
hogy akkor most ezt elfogadják, és ki van-e pipálva. Láttuk, mondom, a lengyeleknél egy reform tervezet, tehát egy darab papír elég volt. Azért mondom ezt, mert Lengyelországban az alkotmánybíróságnak a többsége az nem a kormánnyal együttműködő bírából áll. Tehát hiába fogadta el a Tusk kormánya az igazságügyi rendszer reformtervezetét, nem tudják végrehajtani, mert például az alkotmánybíróságnak az elnöke és a többsége az nem hajtja végre azt, amit a kormány eldöntött mondván, és ez igaz is, ugye, hogy a hatalmi ágak elválasztása jegyében a kormány ne szóljon bele az alkotmánybíróság vagy az igazságszolgáltatásnak a dolgaiba. Tehát a lengyel kormány nem tudta végrehajtani, vagy csak nagyon keveset tudott végrehajtani abból a reformtervezetből, amit Brüsszelbe küldött, de mégis ugye feloldották a pénzt, mert ez volt Tusknak az egyik választási ígérete, hogyha ő kerül kormányra, akkor hazahozza a brüsszeli pénzeket, és hát ott Brüsszel azt mondta, hogy jó, elfogadom, rendben, becsukom a szemem, rendben lesz. Tusk személyére való tekintettel inkább egyébként, mint magára a cselekményekre való tekintettel, egy kicsit úgy tűnt, nem? Hát pontosan, ugye néppárti politikus, a néppárt korábbi elnöke, meg nyilván ugye amiről beszéltünk, hogy a térségünkben, ugye mi most egy átmeneti időszakban élünk. Tehát ugye az ukrajnai háború az ugye arról szól, hogy Európát leválasszák Oroszországról, itt Magyarország az, ami a kivételt képezi energetikailag, tehát azt látjuk, hogy Európát leválasztani Oroszországról, és addig tart ez a háború, amíg Európát Kínáról is sikerül leválasztani a globalistáknak. Tehát igazából ugye ez az egyik cél, és ezért akadályozzák meg a térségünkben az olyan kormányoknak az alakulását, amelyek kritikusak a szankciópolitikával szemben, kritikusak a háborús politikával szemben. Herbert Kickl ugyanazt mondja, mint Orbán Viktor, hogy a szankciókat felül kell vizsgálni, értelmetlenek a szankciók, nekünk többet ártanak, mint az oroszoknak, illetve hát a háborút, hogyha minél gyorsabban lezárjuk, nyilván az ukránoknak és az oroszoknak kell elsősorban megegyezni, mert az ő együttélésük jövőjéről szól ez a háború, vagy a megállapodásnak az ő együttélésüket kéne szabályozni, hogy többet ne háborúzzanak, hanem egy olyan megállapodásra jussanak, mint a két leginkább érintett fél, ami hosszú távra rendezi az ő együttélésüket, hogy mind a két országnak a jogos érdeke az tükröződjön ebben a megállapodásban, és utána pedig visszatérhetnénk nyilván egy új helyzetben, egy új energiapolitikához, de akkor ki kell találni. Tehát nyugaton erről beszélni sem lehet. Tehát de az, hogy majd egy új biztonsági architektúrára van szüksége Európában, mert nyilván az oroszok nem fognak elköltözni, sőt, ha így megy tovább a háború, egyre közelebb lesz az orosz határ Európa közepéhez, és minél többet teketóriázik a nyugat, annál közelebb kerül az orosz határ Európa közepéhez. Ugye Oroszország itt lesz majd a háború után is, és ugye valamit kezdeni kell velük, mert vagy egy új hidegháború lesz, ugye, amit a kollégáim, a Hortai Lövér és Fűrész Gábor egy új hidegháború küszöbén című tavalyi könyvükben valószínűsítenek, hogyha nem vigyázunk, akkor egy új hidegháborúba sodródik Európa, egy új vasfüggöny ereszkedik le, akkor nem kell az oroszokkal foglalkozni, mert akkor kizártuk őket Európából. De ha arra gondolunk, hogy azért Oroszországban mindenfajta nyersanyag és energiahordozó ott van, és a globális klímaváltozás miatt Európában romlanak a mezőgazdasági feltételek, tehát szárazság lesz és vízhiány, Európa nagy részén, míg Oroszországban pedig Szibériában meg 5 millió hektár termőföld fog fokozatosan elérhetővé válni, hogy a felmelegedés miatt a permafrost, ha felolvad, nem egyik napról a másikra, de fokozatosan, akkor Oroszország és Kanada lesz mondjuk 2050-re az a két ország, ahol gabonát nagy mennyiségben lehet termeszteni, míg Ukrajnában pedig mondjuk romlanak az élelmiszertermelésnek a feltételei. Tehát ez, ilyen szempontból Oroszországgal valamilyen viszonyt majd ki kell alakítanunk európaiaknak, nyugatiaknak a háború után. És hát akik ezekről beszélnek, mint a magyar miniszterelnök, vagy Herbert Kickl, vagy mások, ott ugye őket ezért akarják így zárójelbe tenni, vagy megakadályozni abban, hogy kormányon maradjanak. Így értjük meg ezeket a brüsszeli politikákat is, hogy egységesíteni akarják az Európai Uniót, homogenizálni, és akik ebből a sorból kilógnak, azokat megpróbálják akár a guruló dollárokkal, vagy a bírósági határozatokkal, lejárató kampányokkal ellehetetleníteni, vagy megbuktatni.
Grúziában járt a hét elején Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, és arról írt a közösségi médiában, hogy az Európai Unióban egy nyílt összeesküvés zajlik Magyarország kormányának leváltására. Orbán szerint a fő szervező két német politikus, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, és Manfred Weber az Európai Néppárt vezetője, akik célja, hogy egy Jawohl kormányt juttassanak hatalomra Magyarországon, hasonlót a lengyel vezetéshez. Nem engedjük, hogy ez megtörténjen, ezt írta Orbán Viktor, és idézte őt többek között a nemzetközi médiából, a grúz, az orosz és számos más online médium is. Hogyan értékelni Orbán Viktor szavait? Tényleg zajlik von der Leyen meg Manfred Weberről megbuktatási összeesküvés? Hát nem csak Brüsszelből, ugye láttuk a 2022-es magyarországi országgyűlési választások idején, hogy a tengeren túlról is nem csak összeesküvés elméletek, hanem valóban összeesküvések zajlottak a kormány megbuktatására. Elég, ha az Action for Democracy szervezetre gondolunk, amelyben egyébként, ha megnézzük ennek az Action for Democracy-nek a kuratóriumi tagjait, akkor ott volt az összes nagy nemzetközi szervezet, amelyeket általában az összeesküvés elméletek, vagy sok valóságban az összeesküvések alanyaiként szokták tekinteni. A Bilderberg csoport, a Trilaterális Bizottság, Soros Györgynek a hálózata, a Council on Foreign Relations, ennek az európai lerakata, European Council on Foreign Relations, tehát azt lehetett látni, hogy nemzetközi Who of Who ott volt az Action for Democracy kuratóriumi tagjai között képviseltetve, akár áttételesen, akár közvetlen tagsággal, és hát valami hasonlót láttunk a Brüsszelben is. Az Action for Democracy ki is mondta, hogy ők négy választást szeretnének befolyásolni, ugye ez először a brazil választás volt, ott Bolsonaro-t meg is tudták buktatni, bár Bolsonaro nagyon sokat tett azért, hogy megbukjon. Ugye a második volt a magyar választás, ott ez nem sikerült, a lengyel választás ott sikerült, és Olaszország volt a negyedik, ahol ugye más eredmény született, mint várták. Tehát van látunk egy ilyen törekvést a globalisták részéről, hívjuk így őket, vagy a mainstream részéről, hogy a számukra kellemetlen, vagy az ő politikájukhoz képest alternatívát kínáló kormányokat megbuktassák, és olyanokat juttassanak hatalomra, amelyek velük együttműködnek. És hát ugye miután ez 22-ben az Action for Democracy-nek nem sikerült, ezért most Brüsszel vette át a stafétát, és azt látjuk, elég, hogyha mondjuk az októberi strasbourgi plenáris vitára gondolunk, ahol ugye Manfred Weber el is mondta, hogy ahogy a Donald Tusk megdöntötte a PiS kormányát Lengyelországban, vagy októberi választásokon, úgy Magyar Pétertől is azt várják el, hogy ő meg a Fidesz kormányát döntse meg. Tehát ezt el is mondták, illetve hát látjuk, hogy az Európai Néppárthoz sorolható Ursula von der Leyen, vagy a néppárt elnökeként Manfred Weber, ugye biztos tudtak arról a Facebook hirdetésről, vagy Facebook posztról, ahol azt láthattuk, hogy Orbán Viktort ilyen sétáló fényképen látjuk, és odaírták, hogy time to go, tehát hogy ideje Orbán Viktornak, hogy távozzon, pedig ugye csak 26-ban lesz Magyarországon választás, és hát ők ezt úgy kommentálták a saját Facebook posztjukban, idézőjelben, hogy Magyarországnak vissza kéne térnie Európába, és a mainstreambe. Tehát igen, azt látjuk, hogy azt az alternatívát, amit Magyarország kínál, vagy amit mondjuk politikusok, mint Marine Le Pen, Matteo Salvini, Herbert Kickl Ausztriában, ezt ők nem akarják elfogadni, és hát nem az emberek döntésére bízzák, hogy a szavazók döntsék el, hogy melyik politikusnak adnak bizalmat a szavazatukkal, hanem látjuk, hogy hiába szavaztak Hollandiában Hert Wilders-re, vagy most Ausztriában Herbert Kicklre, az ő pártjukra, nem meg akarják akadályozni, hogy ők kormányra kerüljenek. Igazából itt nem a személyekkel van a baj, hanem azzal a politikai alternatívával. És hát ugye valóban Orbán Viktor ezt már 14 éve mutatja a migrációpolitikában, vagy most akár az ukrajnai háború kérdésében, és ők ezt nem engedhetik meg egyszerűen, hogy egy ilyen alternatíva a nyugati rendszeren belül létezzen. Látjuk, a migrációs politikában most már a többség azt akarja, amit Magyarország 9 éve mond. Hát gondoljunk csak bele, hogyha az ukrán politikában már most egy változás következne be nyugaton, és nem csak 9 év múlva. Tehát ez az, amit nem akarnak igazából, hogy már most változások következzenek be, és hát ezért nem a saját politikájukat változtatják meg, hanem az alternatívát próbálják eltiporni, zárójelbe tenni, ellehetetleníteni. Ugye nyilván más az, amikor egy ország úgy dönt, hogy leváltja a hatalomban lévő kormányt, és látunk
erre példát, és bizonyára vannak is emberek, akik tényleg elégedettel lennek a kormánnyal, és fel lehetne sorolni sok okot, hogy ennek mi lehet az oka, viszont teljesen más az, amikor kívülről akarnak megdönteni egy kormányt. De ön szerint hogy néz ki az, amikor kívülről megdöntenek egy kormányt, illetve a Fidesznek azért még a legnehezebb időszakában is az abszolút többsége azért azt látjuk, hogy megvan, időnként meg ugye választásokra a kétharmadig is feltornásza magát. Szóval felmerül a kérdés, hogy meg lehet-e buktatni Orbán Viktor kormányát kívülről, mert mintha azért a magyarok erre érzékenyek lennének egyrészt, másrészt volt itt már sokfajta forgatókönyv 2014 óta, és eddig kívülről ezt nem sikerült elérni. Szerintem se lehet kívülről megbuktatni Orbán Viktor kormányát. A Fidesz vezet minden ellentétes híreszteléssel szemben. Tehát a magukat közvéleménykutatónak mondó cégek politikai közleményeivel szemben, amik leginkább ilyen szalagcím gyártására alkalmasak, és egyébként aki a magyarországi közvéleménykutató cégek állapotára kíváncsi, annak ajánlom a 444-es portál. Nem szoktam ezt a portált ajánlani, de 22. októberében volt egy vita, volt egy beszélgetés ennek az újságnak a szervezésében, és akkor ott leírták Hannendre, Róna Dániel és Ember Zoltán közvéleménykutató cégek munkatársainak vagy vezetőinek a részvételével, hogy a baloldali cégek hogyan szerepeltek a 22-es választás során, és ott pont azok az emberek, akik most ilyen szalagcímeket produkálnak, elmondják, hogy hát nem minden kutatás volt megbízható, nem minden intézet volt megbízható, és hát hogy ezek a közvéleménykutatások leginkább arra alkalmasak, hogy befolyásolják a közvéleményt, mert a legtöbb ember csak egy szalagcímet olvas el, és nem olvassa el például, amit most itt a 21 kutatóközpont mért, hogy a Tisza állítólag megelőzte a Fideszt, és akkor azt nem olvassák el az emberek, hogy csak az általuk mért biztos szavazók körében, és hát azt a módszertant sem olvasták el sokan szerintem, hogy SMS-eket küldtek ki idézőjelben a kutatók, és az SMS-ekben voltak linkek, amit ha valaki megnyitott, akkor tudta megválaszolni a közvélemény kutatási kérdéseket. Hát képzeljünk most el egy 60 év fölött honfitársunkat, aki majd az SMS-ből megnyitja a linket és kitölti a kérdéseket. Tehát már itt látszik ennek az egésznek a komolytalansága, hogy ez nem egy kutatási módszer. Amit aztán... Róna Dániellel annak idején, és akkor ő meg azt mondta, hogy azért jobb ez, mert hogy a közvéleménykutatókra, akik telefonálnak, azokra meg automatikusan a legtöbb esetben ráteszik a telefon, vagy hogy már eljutnának a végéig, és az utolsó pillanatokban adja fel a versenyző, és így meg egy jóval átgondoltabb választ tud valaki adni. Az tény, hogy ebből a 21 egy kutatóközpontos kutatásból is, mintha kijött volna az, hogy a idősebb generáció elég nehezen sikerült megmérni például. Persze, hát ennek külön irodalma van egyébként, tehát ugye nagyjából amióta az okostelefonok elterjedtek, azóta, tehát Amerikában, világon mindenhol ezt kutatják, csak arra akartam rámutatni, hogy egyrészt egy-egy kutatás, vagy egy-egy ilyen megkérdőjelezhető módszert annak készülő kutatásból nem érdemes következtetéseket levonni, és pont egyébként ugye nyilván a vezetékes telefonon végzett kutatásoknál az idősek vannak túlsúlyban, de ezért kell súlyozni. Tehát mi a század végtől most kiadtunk egy kutatási eredményt azon a héten, amikor ezt a műsort felvesszük, és mi ugye olyan módszer, mi telefonos módszerrel dolgozunk, de azért nagy mintával, illetve hát igen, addig kell telefonáltatni a kutatóknak, ameddig meg nem kapják az 1000-1200 embert, aki meg is válaszolja. Tehát ez lehet, hogy föl kell hívni 10 000 embert, nyilván ennek van egy költségvonzata, de akkor megéri, mert nyilván utána egy jobb eredményt kapunk, és mi egy stabil Fidesz előnyt mutattunk ki. Nem csak azért, mert minket kormányközeli intézetnek mondanak, hanem azért, mert azt az 1000-1200 embert, akit megkérdeztünk, ezt mondta. Persze sokkal több, az igaz, hogy sokkal több embert kell már megkeresni, nyilván okostelefonon, tehát mobiltelefonon vagy vezetékes telefonon súlyozva, hogy megkapjuk ezt az 1000-1200 választ, de hát ezért, tehát az nem módszer, hogy most akkor mondjuk egy balos mintába kiküldöm az SMS-t, akkor nyilván egy balos mintában más eredmény jön ki, mint hogyha egy valóban reprezentatív mintát hoznánk ki. Vagy a súlyozásnak is azért van kérdése, hogy
Mi szerint súlyozunk dolgokat. Visszatérve a kérdésre, nem a szalagcímekből kell kiindulni, hanem abból, hogy a Fidesznek stabilan 2 millió szavazója van, 1 millió potenciális szavazója, akik most inaktívabbak lettek, ez igaz, tehát ezt látni kell. Nyilván most Magyar Péter átrendezte a baloldali térfelet, látjuk, hogy a többi pártnak kisöpörte a szavazóbázisát, most ezek átmentek oda, ahol erőt éreznek, valami újdonságot éreznek, akiben még nem csalódtak. Bár hogy Magyar Péter nem fog elindulni a jövő januári Bonyhád időközi választáson, tehát ő személy szerint fog elindulni, feltétlenül a Tisza párt el fog indulni, de ez egy nagy csapda helyzet lesz neki, mert ugye a többi baloldali pártnak is ez lesz egy lehetőség, hogy megmutassák, hogy vannak, tudnak jelöltet állítani, még ha ez egy jobboldali körzet is, de ott is ugye azért biztos laknak baloldali szavazók, hát hogy akkor már ugye jönnek azok a kérdések, hogy akkor a Tisza párt részt vesz-e a baloldali előválasztáson, vagy külön indul-e. Ugye Magyar Péter biztos nem fog elindulni, mert nem akar lemondani a 8 milliós állásáról, a kamu állásáról, ahogy ő ezt fogalmazott korábban másokról. Illetve hát nem akar a magyar parlamentbe ülni, mert akkor a magyar parlament kétharmada kiadná a mentelmi jogát, és akkor a telefon eltulajdonlásáért felelnie kellene. Brüsszel meg nem adja ki, tehát ilyen szempontból Magyar Péter biztosan nem fog elindulni. Valaki mást fog indítani, és ugye ez azt is jelenti, hogy ő nem fog a Magyarország gyűlésben mondjuk Orbán Viktorral vitatkozni. Tudni egyébként is ugye csak egy tiszás, miután nem frakció, vagy ha nem csatlakozik, a más frakciókhoz csatlakozik, akkor rögtön a dollárbaloldal része lenne, tehát ez sem fog bekövetkezni. Ha meg mégis bejutna, bár kevéssé valószínű, egy tiszás képviselő, akkor ő meg függetlenként ugye nagyon tudna felszólalni, mondjuk napi rend előtt, vagy interpellációnál is, csak a maradék időkeret jutna neki. Magyarul Orbán Viktor belülről szerintem nem lehet megbuktatni. A 26-os választáson majd a magyar emberek eldöntik, hogy kinek adnak felhatalmazást. Tehát kívülről nem hiszem, hogy meg tudnák dönteni. A 26-os választáson nyilván meglátjuk, hogy melyik pártnak kedvez a szavazói akarat. Viszont ha már említette itt a bonyhádi időközi választást, azért a Tiszának ez egy vízválasztó lehet, mert hogyha nem indulnak el, akkor az is egy üzenetet képvisel. Ha elindulnak, de nem nyernek, annak is van egy üzenete, meg ha elindulnak, és rögtön az első olyan egyéni választáson, ahol elindultak, nyernek, nyilván annak is van egy üzenete. És a Fidesz egyébként még egy gondolat, hogy időközi választás menedzselésben azért nem mindig szokott sikeres lenni. Igen, a Potápi Árpád halála miatt kell ezt a választást tartani. Igen, tehát láttunk, igen, tehát ezért mondtam, hogy nyilván a törzsszavazók azok valószínűleg elmennek, és hát azok a peremszavazók, vagy azok az egy oldalhoz húzó, de nem elkötelezett, vagy nem tüzönvizen át elkötelezett szavazók azok, akik nyilván mindig eldöntik a választást. Igen, igaza van szerkesztő úrnak, visszagondolunk 15-re, például a veszprémi időközi választásra. Rig Lajosnál, ugye Tapolcán. Igen, hát inkább szerintem a veszprémi eset az, ami találóbb, mert ott mondjuk az is inkább egy jobboldali többségű körzet, és akkor 15-ben a fideszes szavazók nem mentek el olyan arányban a választáson részt venni, mint mondjuk korábban. Ugye ott, hát igen, mondjuk igen, a tapolcai eset is hasonló, ott is egy népszerű fideszes jelölt halála után kellett választást tartani. Hát ott a kórházbezárás nem volt egy szerencsés döntés, nyilván a szavazók ezt is büntették, amikor nem a fideszes jelöltre szavaztak. Tehát igen, persze minden választásnak megvan az a maga pontja, vagy ez a maga témája, és hát igen, nyilván meg az időközi választás az a lehetőség, amikor az egyes politikai szereplők megmutathatják, hogy vannak, és igazából mindig a 2009-es, talán januárban volt itt Ferencvárosban időközi választás, ezt szoktam tanítani is, vagy példaként felhozni, amikor 2009-ben egy időközi választás volt Ferencvárosban, parlamenti helynek a megüresedése miatt, és akkor Szegedi Csanád indult talán a Jobbik színeiben, és harmadik lett ebben a választókerületben, és 7%-ot kapott a második fordulóban, és akkor a Jobbik azzal reklámozta magát, hogy ők már 7%-on vannak. Persze Ferencvárosban a második fordulóban, ez talán 800 szavazat volt akkoriban, de lényeg az, hogy akkor nagyon sokáig azt tudták mondani, hogy hát Ferencvárosban kaptunk a jelöltünk pontosabban 7 vagy 8%-ot, és akkor biztos országosan is meg lesz a 7 vagy 8%. A kisebb pártoknak, vagy az új pártoknak ezek ilyen ugródeszkát is jelentenek, hogy lehet, hogy csak 1%-ot kapnak, 3-at vagy 6-ot, de az nekik azért fontos, mert be tudják bizonyítani idézőjelben,
hogy hát, hogyha ők 3 vagy 5-6% kaptak Ferencvárosban, Bonyhádon, vagy Tapolcán, Veszprémben, akkor biztos országosan is megkapják ezt a támogatást, és 3 az már nincs messze az 5-től, vagy a 6% az egy biztos bejutásként értelmezhető, tehát megvannak ezek a kommunikációs panelek, de az biztos, hogy például a Tisza pártnak el kell indulnia, hiszen hogyha nem tudjuk, hogy jövő januárra megmarad ez a 30%-os támogatottság, de ha igen, akkor nyilván például akkor nem fognak részt venni a baloldali előválasztásban. Nyilván a kisebb pártok meg föl akarnak kapaszkodni a Tisza hátán, és akkor mondják, hogy akkor legyen előválasztás. Tehát ezeket, amiket láttunk 21-ben, 22 előtt, ezeket a játszmákat fogjuk látni biztos a következő választás előtt is. A DK sem teheti meg, hogy ne induljon. 22-ben abban a körzetben egy DK-s jelölt indult. Tehát azért látjuk itt ezeket a mozgásokat, és ezeknek a pártoknak is, a Mi Hazánknak, a DK-nak, amelyek még azért inkább az 5%-os küszöb környékén vannak a mértékadó mérések szerint, nekik biztos, hogy kell jelöltet állítaniuk, akár annak a veszélye mellett is, hogy esetleg rosszul szerepelnek, vagy a Tisza párt elszívja a szavazóikat, de meg kell mutatniuk, hogy képesek helyben egy ismert jelöltet állítani, illetve hogy nem adták fel a versenyt. Tehát nagyon sok szimbolikus témát is fogunk látni majd az időközi választásnál. Tehát elmondhatjuk, hogy most árazza be magát mindenki tulajdonképpen. Hát még azért nem tudjuk, hát reméljük, hogy azért ilyen halálesetek miatt nem lesz több időközi választás, de hát nagyon sok szempont lehet, ugye most nyilván amit tudunk, hogy 20, tehát ezzel most nem tudjuk, hogy ezután lesz-e még időközi választás, tehát tervszerűen biztos nem lesz. Nyilván egy haláleset bármikor bekövetkezhet, tehát 25 januárja és 26 mondjuk áprilisa között mai tudásunk szerint nem lesz országos választás, vagy akár helyi választás. Hát igen, ugye azért ezért vannak ezek a politikai akciók, vagy politikai cselekedetek, ugye például a nemzeti konzultáció, vagy a Tisza párt által meghirdetett Magyar Hang, vagy Magyarok Hangja akció, de hát ez sem új egyébként, tehát itt Magyar Péternek ezek mindig az ellenkező igaz, amit Magyar Péter mond. Tehát ez, hogy az egyetlen ilyen akció, nem, hát a Jobbiknak is volt idézőjelben valódi konzultációja, nem volt sikeres egyébként. Tehát azt látjuk, hogy már más pártok is próbálkoztak a nemzeti konzultáció másolásával, a Jobbik, amikor még 20%-on állt, de nem volt annyira sikeres. Tehát azt látjuk, hogy már mindent megpróbáltak, és mindennek az ellenkezőjén. Még egy kérdés ehhez, hogy közben pedig látjuk azt, hogy az euró az felment ugye 400 forint fölé, aminél látok mémeket, meg Facebook bejegyzéseket, meg egyebek. A 400 forint fölötti euró az mennyire befolyásolja a magyaroknak a közérzetét, vagy akár a politikai preferenciáját? Hát önmagában szerintem nem egy adatot érdemes nézni, tehát nem az euró árfolyama az, ami talán fontos. Nyilván inkább ennek a hatásai. Tehát, hogy most ugye van egy gazdasági rossz érzet, tehát ugye ez nem csak Magyarországon van, nézzük meg az amerikai elnökválasztást, ahol az legtöbb amerikai a gazdaság rossz helyzete miatt nem akar a demokrata jelöltre szavazni. Tehát ez a nyugati világban jellemző, hogy az elhibázott politika miatt, mert ideológiai lett a nyugati politika. Tehát amikor gyerek voltam, és átmentünk Kelet-Berlinből Nyugat-Berlinbe, akkor ott azt láttuk, hogy ott kapitalizmus van, árubőség van, és szabadság van. És ehhez képest most mit látok, amikor elmegyek Münchenbe, vagy elmegyek Berlinbe, vagy Párizsba, hogy ideológia vezérelt gazdaságpolitika van, hogy eldöntötték, hogy 35-ben kivezetik a benzines, dízeles autókat, hogy a németek lekapcsolták az atomerőműveket. Hát azt látom, hogy nem a piac dönt, hanem a politikusok. És ez sose volt jó, mert hát ugye a szovjet rendszere miatt ment tönkre. Tehát igazából a gazdaság helyzete az, ami talán az embereket leginkább meghatározza, vagy ami alapján a politikához való viszonyukat kialakítják. Ezt egyébként output típusú legitimációnak hívjuk a politikatudományban, tehát az adott politikai rendszernek a tevékenységét, annak az eredményességét pontozzák az emberek. Ugye hát az euró árfolyam nyilván ez egy azért fontos indikátor, mert Magyarország rengeteg mindent importál, leginkább az energiáját, vagy mondjuk az élelmiszerek egy részét, vagy a termeléshez az alapanyagok nagy részét, vagy a félkész termékek részét, nagy részét. De igazából az eurónak az árfolyama az árakon keresztül jelenik meg, és hát nyilván
Ugye az, hogy a Covid-hoz képest, vagy leginkább ugye a 21-es, 22-es inflációs sokhoz képest az árak valamelyest csökkentek, de azért egy magas szinten beragadtak. Ez nem csak nálunk van így világszerte, ez minket nem vigasztal, hogy miért alakul ez az euróárfolyam. Nyilván ugye, akik mi itt élünk Magyarországon, és hát ugye vagyunk itt 9,6 millióan, nekünk az euróárfolyam befolyásolja a bolti árainkat, vagy az energiaárát, vagy a rezsicsökkentésen túl, akik fizetnek, illetve hát azt is látni kell, hogy viszont azok, akik Magyarországra jönnek, vagy a magyar exportnak ez jót tesz, tehát ami az egyiknek gondot okoz, a magas árak révén, az a másiknak előny, hiszen aki euróban adja el a termékeit, az most ugye több forintot kap az eurójáért, mondjuk ez az exportgazdaságnak számít, vagy hát Magyarországnak, mint turisztikai szempontnak, hogy ha ide jön hozzánk egy turista, akkor egy euróért több szolgáltatást tud venni, tehát mindennek két oldala van. Kiszeli Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is.